Éj, bemeleg van, ember. Haló, igen? Na Józsika, vidd oda az árut a raktárhoz a dubával. Jó van, főnök, azonnal megyek. Éj, ennek is jókorú teszi be, hogy vigyem el az árut, ember a dubával. Hé, honná fékezzek a másik belém jön, nézd meg! Hát hülye vagy én? Bicikliseses az útnak a kellős közepén kell biciklizzen az! Az útnak a közepén! Főnöknek is ma a neszibe kéne jusson éjjel 12-kor, hogy indítson engem egy útnak. Az is, elég ügyes az is. Nézzek a körforgalomba, a másik elémbe véljük! Te a könyvedet, hol vetted a könyvedet, te? Mindenki meg van zavarodva becsület szavamra, mondom, hát gyalogos, biciklis, autó nekem jöjj az elején. Szeretnék a homokórát megállítani. Úgy na útjavítások ott, ember. Meddig dolgoztok? Te is oda le vagy ülve, ember. Nem lehet itt dolgozni, hogy izé 3 évig építsük az utat, közben aluszunk, ugye építsük, és a fizetést vesszük fel. Ehhez értünk, de valamit, hogy csináljunk, ahhoz nem értünk semmit. Egyedül én vagyok ezen az úton normális ember. Becsülhet szavamra, hát már megbolondítottak. És még 2 perc nem vagyok az autóba. Az, gyere, már tudom, hogy nem fogsz úgyse megállni, te! Kinek van elsőbsége, uram? Éj, a nap és az agyamot süti ki, no! Na, még te hiányoztál, halod-e az útra? Nagy csuszliddal menjél, a skálas autó hiányzott még ma nekem. Meg se tudom előzni, mert nem tudom megelőzni, nézd meg. Nézd meg, a biciklis is itt van, nem tudok tőle elmenni. A bicikli út mire való, uram? Na, úgy tarti magának, és kell 100 évesen vezetni, kell autó. Van annyi idős korba, a könyvet régbé kellett volna szedjék. Nézd meg, milyen utakon járunk, ember, és ára fizetem én az utadót, vagyis nem én fizetem, hanem fizeti a főnök az utadót. Na, az egyik dolgozik, a másik aluszik, nem tudnak, ember, nem jó itt semmi se. Bolond soferek, biciklisek, s rossz utak. Annyik az utak manapság. Gyere, te is, mert... Na, hál' Istennek, hogy ide értem biztonságba, én biztos felhívom a főnököt, megmondom neki, én a többit csak hónap fogom felrakni, mert én ma biztos, hogy nem rakodok, az egyszer biztos. Annak a fasz a hammas, hogy én ma rakodjak, az biztos, én el is mondom a főnöknek, ne félj. Na főnök, akkor rakodhatunk-e végül?